Hölgyeim és uraim, dr. Józse Jánost kérném ismét, fáradjon ki a patkóba, és dr. Drozdi Győzőt is. Ugyanis következik a Gábor Dénes tudományos diákköri ösztöndíj átadása, és a szó a rektor urat illeti természetesen. Köszönöm szépen a idei hallgatói Gábor Dénes díjat. Ez a Műegyetem TDK-zó hallgatóira szabott díj, amit mi úgy érzem minden évben meghálálunk színvonalas teljesítménnyel. Török Tímea Nóra, másodéves fizikus alapszakos, illetve most már mesterszakos hallgató kapta. Ott van Tímea. Mert hogy már mostanra tényleg komolyabb Iszen Gábor Dénes díjat kap. 16 elején másodéves fizika alapszakos hallgatóként kapcsolódott be a Műegyetem fizika tanszék atomi és molekuláris elektronika kutatócsoportjának munkájába. Először évfolyamtársával, Molnár Dániellel, most koncentrálok, niobium pentoxid alapú memristorok létrehozásán és rezisztív kapcsoló tulajdonságaik tanulmányozásán dolgozott. Ezen kutatási terület memóriával rendelkező ellenállások vizsgálatát célozza meg, melyek a jelenlegi félvezető alapú memóriák talán legígéretesebb alternatíváját nyújtják, akár mesterséges szinapszisként, azaz az idegrendszeri működést követő úgynevezett neomorfikus áramköri elemként is tekinthetünk rájuk. A későbbiekben Tímea egy speciális méréstechnika, úgynevezett szupravezető spektroszkópia segítségével megmutatta, hogy a niobium pentoxid memristorokban akár egyetlen atom átmérőjű nanovezetékek is kialakíthatók, melyek kontrollált megszakítása és összekötése talán az elképzelhető legkisebb memóriaelemeknek felel meg. Tímea kutatási munkájából három egymást követő évben is készített TDK dolgozatot, és a közelmúltban eredményeinek egy része a szakterület egyik vezető folyóiratában került publikálásra. A vele dolgozó kollégák véleménye szerint Tímea már alap- és mesterszakos hallgatóként a legjobb PhD hallgatóknak megfelelő színvonalú és eredményességű munkát végezte, teljes önállósággal vitte végig a rábízott projekteket, a mintakészítéstől a saját mérésvezérlő szoftverek fejlesztésétől az eredmények kiértékeléséig is értelmezéséig. Ez mind nagyszerű. Egy dolgot hadd említsek meg. Kémeim azt jelentették, hogy a harmadik TDK-t már nem nagyon akarta megírni. Ugye valaki kettőt ír, most a harmadik az egy siker, vagy belecsúszik úgymond a Streber kategóriába, ezt még a Műegyetemen se lehet biztosan tudni. De az a helyzet, hogy ő ösztöndíjasa az úgynevezett új nemzeti kiválósági programnak. Nem mellékesen jelzem meg, hogy ennek a kiötlője az akkor államtitkár, jelenleg miniszter Palkovics László, mint olyan, és gondolom, hogy ismerjük a, hogy mondjam, a magas mércéjét, beleszólt abba is, hogy miféle kritériumok legyenek. Na most az ösztöndíj teljesítésének egyik kritériuma, hogy TDK-ja legyen az illetőnek abban az évben. Így ez a gyengéd ösztökélés hatott Tímeára oly módon, hogy most harmadszorra is TDK-zott, és ez besodorta őt a Gábor Dénes TDK díjba, ez így akkor 1-0. A támogatókról. Tímeának vannak nem maga választotta támogatói, én ezen a szülőket szoktam érteni, az ember beleszületik egy családba, én konzultáltam velük itt még az előkészületek során, ők úgy érzik, hogy Tímea sikeréhez van némi közük, ott van a két szülő, kérem, hogy álljanak föl. Tímeának van választott támogatója is, szakmai értelemben értettem, ez Halbritter András, fizikus egyetemi tanárunk a Műegyetemről, a témavezető.
És Tíme a szerencsés, mert van egy Tamás nevezetű választott nem akadályozója, ahogy szintén ezt interjúban meg tudtam állapítani. Ez a csapat, ne felejtsük, hogy életünkben sok jó csapat összeállítására van lehetőségünk. Itt most egy ilyen összeállt szívből gratulálok, de azért a főkolompos természetesen Tímea. Köszönöm szépen. Az élet nagyon jó dramaturg, ha még emlékeznek rá, amikor dr. Magyari Köpe Blanka asszony díjáról beszéltünk, akkor elhangzott egy szó, amit meglehetősen nehéz kiejteni, mert mindig nemre gondol az ember, miközben ez mem, és mem risztor, meglehetősen nehéz kiejteni. Hát elkezdődött az elején, és most ismét mem risztorról volt szó. Ezek után, utána kell néznünk, hogy az pontosan mi is.